Sandy Salomon saját vállalkozásba kezdett, de nagy küzdelemmel járt, hogy nyereségre tegyen szert. 5 évig épp, hogy csak túlélte, de talált egy utat, amelyel megtriplázta a bevételét. Sandy Salomon férje sikeres üzletember. Sandy természetesen szeretett volna otthon maradni a gyerekek mellett. Így elindított egy saját vállalkozást. Sokszor a hozzám hasonló szülők otthoni üzlet elindításán gondolkoznak, hogy a gyerekeik közelében maradhassanak. 5 évig üzlete épp hogy csak fennmaradt, ezért Istenhez fordult segítségért. Tanulmányozni kezdte az anyagi élettel kapcsolatos bibliai alapelveket. Beszélgettem Istennel, és kértem, legyen a partnerem. Segítsen és mutassa meg, mit kell tennem. Másnap Sandy a 700-as klubot nézte, ahol Angela Kaufman a tökéletes költségvetésről beszélt. Ezt követően elhatározta, hogy feladja üzleti hirdetését Angela weboldalán. Nagyon felelősségteljessé kezdtem válni kis dolgok területén is. Először 6, majd később 4 ember került a csapatomba. Sandy elhatározta, hogy 10-et fog fizetni, és a 700-as klub partnerévé vált. Hirtelen hívogatni kezdtek az emberek, felkértek, hogy dolgozzak velük. Természetesen igent mondtam. Növelte a CBN-nek felajánlott 10-e összegét. Eljutottam arra a pontra, hogy bármikor, amikor csekket küldtem a 700-as klub részére, amint bedobtam a postaládába a levelem, 30 másodpercen belül hívtak, hogy ugye köthetünk üzletet. Annyira vicces volt. Sandy bevétele 1 éven belül megháromszorozódott. Miután elkezdtem 10-et fizetni, a rákövetkező éves bevételem 173 000 dollár lett. Sandy azt mondja, Isten azért kéri a 10-et fizetést, hogy megállhasson bennünket. Isten ott van, ha hívjuk őt. Ha adunk, jól megnyomottat adjunk, színig teltet, túlcsorduló módon. Az alapelv a lényeg, nem az összeg nagysága. Ha az életemben Isten valamit irányítani akar, örömmel veszek részt benne, mert tudom, hogy csodálatos lesz.